Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a drónfelhasználók száma Magyarországon is. A pilóta nélküli légi járművek technológiájában számos lehetőség rejlik, amelyet a felhasználók üzleti vagy hobbi célból egyre gyakrabban és kreatívabban használnak ki. Hazánkban korábban kimondottan a drónozásra nem volt törvényi szabályozás, az előírásokat egy több mint két évtizeddel ezelőtti légi közlekedési törvény szabályozta. 2019-ben az Európai Unió egy új keretrendszert alkotott, melyhez azóta minden tagállamnak igazodnia kell. Magyarországon ennek bevezetését tavaly júniusra tervezték, a parlament azonban végül csak decemberben döntött az elfogadásáról. Bár egyes részletszabályokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium eddig még nem tett közzé, a változtatások várhatóan hozzájárulhatnak a biztonságosabb drón használathoz. Az új törvény többek között a repülési és oktatási követelményeket és az eszközök regisztrációjának kötelezettségeit tartalmazza. Január 1-től annyi változás történt, hogy alkalmazandóak az Európai Uniós szabályok, amik gyakorlatilag egy keretrendszert adnak a tagállamoknak, hogy részletszabályokat dolgozzanak bizonyos témakörökre, vagy bizonyos szakterületekre, de az alapszabályokat viszont ezek az EU-s szabályok tartalmazzák. Regisztrálni kell a drónokat, ami egyébként EU-s kötelezettség is, de gyakorlatilag minden drónt regisztrálni kell, ami nem játéknak számít. Illetve még egy nagyon fontos változás, hogy ugye eddig mindenhol eseti légteret kellett igényelni a szabályos működtetéshez, a későbbiekben pedig valószínűleg csak a lakott területen belülre kell ezt az engedélyt kérni, ami én azt gondolom, hogy egy pozitív változás a felhasználók számára. A regisztrációs online felületre egyelőre még szintén várni kell. Ezen az egységes rendszeren a Légi Közlekedési Hatóság, a Közlekedés Tudományi Intézet és az ITM közösen dolgozik. Fontos, hogy a jövőben minden drón felhasználónak rendelkeznie kell vizsgával, azoknak is újra kell vizsgázniuk, akik korábban már elvégeztek valamilyen erre irányuló képzést. Egyelőre még az sem nyilvános, hogy mely szervezetek bonyolíthatnak le ilyen oktatást, az akkreditáció ugyanis még folyamatban van a minisztériumnál. Most már itt a képzés az gyakorlatilag egységes lesz, Európai Uniós szinten is, tehát lesz alapképzés, amit mindenkinek meg kell csinálni. Ezek felekválasztó kérdések, visszajelzések alapján tényleg viszonylag egyszerű, tehát nem ez a nagyon szigorú rendszer szerinti vizsgarendszert kell elképzelni. Tehát ez az, ami mindenkinek kötelező lesz, tehát ez egy alapképzés gyakorlatilag, illetve hogyha valaki mondjuk, tegyük fel, emberek fölött szeretne repülni, vagy mondjuk látótávolságon kívül akar repülni, vagy magasabbra akar repülni, tehát hogyha már egy picit kvázi veszélyesebb a tevékenysége, akkor már kiegészítő képzésben kell részesülnie, illetve plusz jogosításokat kell megszerezni. Abban nem lesz változás, hogy lakott terület feletti drónozáshoz a jövőben is eseti légtérengedélyt kell igényelni. Az új szabályok azonban a büntető törvénykönyvvel egyetértésben hatékonyabban védik az emberek magánéletét. Így azok, akik bizonyíthatóan jogosulatlanul készítettek felvételt valakiről, szabálysértési eljárás alá vonhatóak, akik pedig mindezt előre eltervezetten megfigyelés céljából teszik, bűncselekményt követnek el. A felhasználóknak a jövőben a Hungarokontroll nevű mobil applikáción keresztül kell a reptetés területét megjelölniük. Akik ettől eltérnek, vagy úgynevezett no-drone zónában készítenek felvételt, a Légi Közlekedési Hatóság és a rendőrség az említett alkalmazáson keresztül azonnal eltérítheti vagy leállíthatja az eszközt.